Úristen. Úristen. Ez már az. Készüljetek. Azt mondja, hogy ne kapcsoljuk ki a gépet, hogyha az újságokat vagy a papírokat egymáson látjuk. Ez az! Ez a játék a fikció munkája, szóval, hogy semmi sem valós. Kivéve az, hogy Kuba tényleg létezik. Meg az is, hogy Giancarlo Esposito is létezik, és nekem bejön az ő színészi munkája. Erre nem jöttem rá, hogy micsoda srácok, de nagyon szépen felvezetik, hogy a Far Cry 6 film. Köszi szépen, Marcia, negyed évet. Gratulál az újabb badge-hez, és köszi tényleg a töretlen támogatásodat. Hát ez a nem hivatalos Kuba. Tehát ez a fiktív Kuba, de Kuba tényleg van a világon. Tehát, hogy az létezik. A játék egyébként pont annyit változott, elvileg amennyit kell, hogy izgalmas maradjon, érdekes maradjon. Kívülálló szemmel lehet, hogy annyit érez belőle az ember, hogy hát ez egy újabb Far Cry, ami ugyanolyan, mint az előző, csak máshogy van felfestve. Hát, amúgy igazából ehhez annyit tudok mondani, hozzáfűzni, hogy hát tényleg amúgy nagyjából erről van szó, csak a mechanikákon javítanak, a motoron dolgoznak egy picit, a grafikán csinosítanak. Ez a fárka, ez így kész. Ezen csak javítani lehet, de nem kell újra dolgozni. Azt majd egy másik IP megcsinálja. Amúgy így indul a játék. Rohadt menő. Far Cry 6. Itt is vagyunk. Megjöttünk. Most éppen beállította a profilomat. Azokat amúgy lefotóztam, hogy mit mutogatott nekem itt a játékba. Tegnap nyomtam ilyen benchmarkozást. Tegnap nyomtam ilyen benchmarkozást, hogy megnézem, hogy tényleg jól fog futni a játék. Ez nem az első indítás. Föl van rakva 1440p, 120 Hz, ultra minden. Nincs motion blurünk, viszont van ray tracingünk, a reflection meg a shadow is. Hát azt nézegettük, hogy néhol a reflection az olyan fura, de hát szerintem szép lesz egyébként a játék. Tehát gyönyörű, elképesztően gyönyörű a játék, és bízom benne, hogy a stream az így ezt át fogja adni nektek. Hogy ezt így látni fogjátok, hogy mennyire egy gyönyörű játékról van szó. Szóval amit akartam nektek mondani, hogy kaptam ezt a hozzáférést egyébként a Cenegától, és ez a Far Cry egy olyan Far Cry, ami talán a Gold Edition, mert hogy van hozzá Croc Hunter pak, Jungle Expedition pak, Blood Dragon pak, és hát maga az Ultimate pak is. Meg van itt ilyen előrendelői bónusz is, hogyha ezt elő tudom venni. Elvileg. Valami ilyesmit mutatott. Ez micsoda? Ingyen van, begyűjtjük. Kakas. Fire and Ice Bundle. Na nézzük, mi van még itt. Ilyen kakast is be lehet gyűjteni. Hát az összes kakast begyűjtjük. Oh, na ez az. Na ez az előrendelői. Mondjuk ez nem, ez mert csak csibi. Át vagyok verve. Na majd megnézzük, hogy az előrendelői dolgok azok hol vannak. Mindent begyűjtünk, srácok, és így fogunk elindulni. Kivéve amilyen fizetni kell, ezt nem kell. Fúj. Fizetős dolgok azok? Nem.
Engedély... Nem tudom, srácok, engedélyezve van a drop? Lehet, hogy most itt a jelszóváltoztatás meg ilyen változtatások miatt nincs. Nem írja? Megnézzük, srácok. Aha, igen, igen. Lecsatlakozott a Ubisoftomról. Az accountom. Lehet nem is fog menni, egy csomó dolog most nem megy a jelszóváltoztatások meg ilyenek miatt. Sajnos. Na, elvileg most, mostantól kell, hogy legyen. Mostantól elvileg már kell, hogy legyen. Reméljük, hogy lesz. Én bízom benne. Most már van? Na, tessék, Dave már azt is mondta, hogy már van. Tényleg van? Nézzük, átverte minket. Én nem látom, de én hiszek Dave-nek, mert Dave nagyon jó fejsrác, úgyhogy csak nem kamuzik itt nekünk. Na hát akkor jó gyűjtögetést. Fél és egy óra. Nekem nem írta, én azért mondtam, hogy nem láttam. Fél és egy óra, srácok, annyit kell nézni a streamet. Bármilyen Far Cry streamet, aminél ki van írva, hogy drop, és akkor lehet kakast gyűjteni, meg egy pólót, egy valami jarás pólót. Ezek vannak most egészen 18-áig? Valahogy így. Vagy most hétvégéig? Nem tudom. Így van, póló és sirke kapható. Na, két módba lehet indítani a játékot. Van egy action mód, és van egy story mód. Hát story mód az azoknak van egyértelműen, akiket tényleg csak a játék sztoria érdekel. De hát én úgy gondolom, hogy az action módba kell mennünk. Egyébként, ahogy a Valhallánál is, és mivel Ubisoft játékról beszélünk, itt is teljesen testre lehet szabni azt, hogy miben szeretnéd azt, hogy nehéz legyen neked a játék. Tehát, hogy majd megmutatom ezeket a dolgokat, hogy miről beszélek, hogy milyen nehézségeket lehet állítani. Teljesen testre szabható. Hogyha emlékeztek, akkor a Valhallánál be lehet állítani, hogy neked most a stealth legyen nehéz, vagy a combat, vagy például a felfedezésnél nem utasson egy csomó mindent. Úgyhogy az is nagyon király. Itt arról beszélnek, hogy a fő gonosz beszél most. És hogy jarába vagyunk. Was stolen by politicians. But you elected a vision, a cure. A road to paradise. Viviro, created by our own brilliant scientists. Ja, ez a színész. The most effective színész munkája nekem is tetszik nagyon. Grown within our precious tobacco, modified with the purest fertilizer, Viviro is the key to rebuild paradise. But our paradise comes at a cost. This our enemies will never understand. Yara did not elect me to do what's easy, but to do what's right. And so, with renewed focus, I must extend Breaking Bad-ből ismerhetitek. True Yarans, from across our island, chosen to produce enough Viviro to heal the world and save our country. These lucky Yarans will be chosen by random lottery. Even my own son Diego will be drafted tomorrow. Hey Danny. And like a true Yaren, he turn would that serve shit off with a smile on his face. Precisamente. Exactly what Castillo wants. Enough politics, Lita. You think the draft is only taking true Yarens? Hát nagyon kíváncsi leszek rá, srácok, hogy milyen. Orphans like us. Ha minden igaz, itt is lehet választani, hogy milyen nemű karakterrel akarod játszani. Igaz, srácok? Biztos amúgy közülök lehet választani. Tuti, hogy közülök lehet választani.
select karakter. Pillanat, mindjárt megádézem őket. Ja, így van. Melyik Dániel szeretnék lenni? A srác. Remélem, hogy a srácra írták amúgy a sztorit. Én, nekem nem tetszik, hogy fiú vagy lány lehetek csak. Dani, you could help Libertad. Azt hittem, hogy közülök lehet választani. Would have been career military if you weren't such a fuck up. Just come with us, Lita. Ay, you never fucking listen, Dani. Hey, time to go. Both waiting. Drinks in Mexico. Dinner in Miami. Na hát ezért nem szabad gyújtogatni. Mert ha elkezdtek gyújtogatni, akkor elmegy az áram. Oye! What's going on? Ja, és amúgy azt is akartam nektek mondani, hogy mivel Ubisoft játékról van szó, ebben a játékban is van Tóbiás integráció. Csak az a gond, hogy most nem megy a Tóbiásom. A Tóbiás a Tobi eye tracker. Alejo, get down! You will join fuck Castillo! Alejo! Szerintem menekülnünk kell. Én Apache helikopter szerettem volna lenni. Bibi. Now! The boat! You're coming! You will join promise me, Lita! See. See. Come on, Danny! Sí. Szóval amúgy, amit itt láttatok, az nem... Hát az a játék grafikája volt. Ez a HD texture pakkos... HD texture pakkos full grafikai játékban. Egyébként. Azt mondja, menekülnünk el. Kicsit állítanunk kéne itt a dolgokon, a fovon meg az egér érzékenységen, és gyorsan még megmutatom nektek, hogy gameplaybe miket lehet állítani. Hát nem ezekre gondoltam. A preset? Lehet, hogy a preset. Ja, hát igen, erre a presetre gondoltam. Hogy itt tényleg egy csomó-csomó mindent lehet állítani, hogy az ellenségnek legyen-e körvonala, a cuccoknak, amit fel akarsz venni, azok mennyire látszódjanak, mennyire rászkódjon a kamera. Mi van még itt, ami érdekes? Kalácska? Nem tepelgetjük a kezem, mert oda megyek. Aztán ott leszek. Jó, ez a motion blur, ez ki van kapcsolva. Hát igen, van itt ilyen menünarrálás is. Mit akartam állítani? Ja igen, a fovot akartam állítani. Fov, hol lehet? A videóba? Hol lehet szerintetek a fov? Ha lehet egyáltalán ilyet állítani. Á, itt van. Kicsit feljebb vesszük mondjuk ilyen 90-re, vagy lehet amúgy 85-re kell, nem tudom. De a 75 az kicsit kevés volt. És most, hogy itt vagyunk, még az érzékenységen is kéne állítani. Mert hogy nagyon durva. Úgyhogy nem tudom, lemegyünk. Hát, úristen, 500? De most ez micsoda? Ez most az egér? Értem. Jó, hát akkor... Nem tudom most mire nyomtam. Store? Nem a store-ra akartam rányomni. Mindjárt amúgy láthatjátok a kamerát is. Szóval 60-50... Ez csak jó lesz. Nekem elképesztően gyors volt, azon akartam állítani. Hát ez így meg már kicsit lassú. Pillanat, srácok. Mindjárt megleszek, mindjárt láthatjátok a játékot. Na, talán így. Na, sokkal jobb. Jönnek, értem. Detection, méter, stealth, tehát lehet lopakodni.
Ott láthatjátok fent amúgy a kockaszámokat, meg a küldetést is. Azt mondja, hogy ez a tab. A tabban lehetsz teltálni? Hát én a kontrollt nyomom. Akkor nem jó gombot nyomok ezek szerint? Effendi! Ajaj! Get this door open or we will bust it down. Hát gondolom amúgy erre kell menni. Hogy miért vár ott a csaj? Amarra kéne menni? Ezt a seprűt nem lehet felvenni? Hátba kéne szeredget. Ez nagyon jó rejtek hely. Hátba kéne szeredgetni azt a srácot. Aha. Van egy csaj, meg egy srác is, akit hátba lehet szeretgetni. Szerintem lebuktunk. Ti... Nem tudom. Mit, hogyan vélekedtök erről? Szerintetek is lebuktunk? Persze már kezdhetjük előről. Nincs valami quick save. Ez a fotómod. Az én vagyok. Amúgy F5-re rakták a fotómódot. Ja, hogy tabot, ha hosszan nyomom, akkor kijön a tutoriál, hogy hogyan kell játszani a játékot. Nem, ez nekünk nem kell. Mi professzionális Far Cry játékosok vagyunk. 2004 óta az összessel csapattam. 5-ször. Mindegyik részt. Come on! Dani Rojas, come on! Ajaj. Meglátta, hogy van egy csíkom. Még mindig ott nézeled, de menj már innen! Effendi! Menj már innen! Na. Get this door open or we will bust it down. Jó. Gondolkodtam egyébként azon, srácok, hogy spanyol audióval indítom el a játékot. This way. De mondom, nem akarok nektek rosszat. I'm not resisting. What the fuck? What the fuck? Ezt nem lehet hátba szeretgetni? Azt a katonákat? Come on, gotta move. Jó, majd jó fele megyünk. Adnád a spanyol? Ne, franciát nem, mert azért a spanyol az, ami tényleg adná. Az ugye a lokális. They're going to see us. Yeah. That's a lot of soldiers, Lita. So we take the soldiers. Be kell menni a csatornákokba. Hát igen, valamit majd kell kapcsolni, srácok, mert 60 FPS alatt vagyunk, és egy kicsit fura. Senki nem figyel ránk. Észre se vettek. Igen, úgy lenne autentikus spanyolul. Ja, van dinamikus rezolúció meg ilyenek. Majd valószínűleg a következő streambe fogok ezzel szórakozni. Most egyelőre úgy azt lássátok, hogy a legszebb a játék. Jelenleg a lehető legszebb állításokon játszunk. Hát ez a csatorna üles, én valami lootokat szeretnék. Autentikus lenne, de így legalább lurk mellett is értem. Ja, ezért gondoltam, hogy marad inkább az angol.
Troops into the sewer. Azt hiszem átment fölöttünk egy tank. Reméljük, hogy csak egy tankjuk van. Ú, de jól néz ki ez a rész, srácok. Hát hangulatos. Oda van írva, hogy fák, ezért hangulatos igazán. No bak, bak, bak. Ki lövöldözik? Látjátok? Fuk! Kastilló! Na majd ha puffogtatok, akkor milyen kockettes érzésed lesz. Vamos! Hát nem halott ez a vég, mert itt fel lehet menni. Pák Castillo. Úgy érzem, hogy ez egy nagyon durva diktatúra itt. Ez egy nagyon durva diktatúra, amit itt csinál. Esposito. Ti is így gondoljátok, srácok? Ott lövöldezik a nubokat. Jól látjátok amúgy a feliratot, hogy állítsak a nagyságán? Lita, zipline! Zipline? Hagyja. Just like fucking book. Tökéletes? Fogsa? Baszt a rohadt! Ja jó. Na ott a HP rendszer. Itt sem vagyok, de mit néztek? Aha. Castillos könyvetek van. Ott ez a kép nem jó, mert nem Castillo van a férjed helyén, úgyhogy nem tudom. Na jó, helyes azért, ott van egy kép róla. Jól van, akkor így. Nem érdemeltek halált. Mit csinálsz azzal a késsel? Itt se vagyok. Az ki? Gyanús, hogy te ilyen Amerika pártoló vagy, igaz? Hiában itt ilyen zászló meg Castillo kép házba. Tökéletes, jól lesz? Jól van, skacok. Köszi szépen a visszajelzést. Itt Lita. Where are you? Lita, merre vagy? Ja, itt felett. Alig van kép erről a csávóról. Nem jó, menjünk már innen. Majdnem lebukunk. Valami fegyvert szeretnénk játék. Ilyen közelre még sose láttam a létrát. Viva Yara! Fuck are the police? They're just letting the military kill us. These are the police, Danny. Tehát, hogy nincsen rendőrség, mert hogy a katonák a rendőrök. Szép. The boat's over there. Run! Shit. Rán, meme muzsika. Tudom, én erre megyek, erre nem láttam népeket. Miért érzem azt, hogy nem fogunk tudni elmenekülni ezzel a hajóval? Abuela, what the hell I'm gonna do with baseball cards? Do you have any idea what these are worth? Let us through! Oye, mierda! Marco, always making new friends. Danny, you're late. Where's Alejo? Tehát, give up ilyen... For his family. Bullshit. Sportkártyákkal akart fizetni? Alejo's not going anywhere anymore. Ott a csaj, ott a néni kezébe az van. Azzal akar fizetni, mert hogy azok nagyon sokat érnek. Vamos. Good man.
get us! I'm boxing now! Let us on! San Judas. Oké, mondta szókkal. Gracias. Don't worry about it, Chimaco. Here. It's all I've got. This isn't right, Danny. We should be fighting, not running to the Yankees. Alejo gave you a fucking gift, Lita. We survive. Same as the orphanage, same as the academy. What's that? Please, no, no, this is a fishing boat. This is a fishing boat. This is a fishing boat. Érzem, hogy ebből lebukandosz lesz. Ó, milyen szép cipelője van. Ó, hát Castillo személyesen. Mi vagyunk a horgászok. Szia! Before he was el presidente, mi papa loved to fish. We would go out on a boat, just like this. And we would catch the fish, and then release them. He would say, it's not always about your stomach, mijo. It's about the challenge. Except when he caught a big, fat, juicy marlin, he was too proud to let that fish go. Si tirano! You have poisoned Yara, you have poisoned your soul! Szerencsére a néni nem halt meg, csak rajta volt egy légy, le akarták szedni. Diego! No way. A kölök. I have caught you, mijo. Now it's time to bring you home. Hát ez mekkora szívás. I don't want this anymore, papa. Pont a, yeah, no choice. A fiával egy hajóra kerültünk. Let them go. They can work. Make vivido. Truth or lies? Truth. They could be good workers. They could help rebuild paradise. But if you wanted them to live, you would have never set foot on this fucking boat. 13 years old. And Diego has you such compassion returned. For his people. These fish, we will catch and release. Hát akkor mi vagyunk a halak, akik, akiket elfogtak, de elengednek. Hát amúgy ezt... Szerintem ezt nehéz róla elhívni, tehát egy diktátor miért elengedni el a lázadókat. Valahogy sejtettem. Zseni, köszi szépen az 5. hónap töretlen támogatásodat. Veregjenek, srácok, a szövegek. Hát, valahogy ezt sejtettem, hogy egy hajón a diktátor fiával és a diktátor utánunk jött, akkor valószínűleg ebből nem lesz sok túlélés. Hangos egy picit a játék? Lejjebb vesszük. Tessék. Ubisoft Shanghai. Hoppácska, meg Berlin. Ez a Kiev? I can't feel my legs. Fuck. This is all my fault. My phone. Forget it, Lita. My phone. iPhone, gyorsan az iPhone-om. This is the beach, Danny. It's fucking fate. What? She's hiding here. Clara. Libertad. Na, hát megjöttünk a partra, ahova akartunk jönni. Coolio itt van. És el fogja nekünk énekelni a... rappelni a Gangsters Paradise-t. Stop it, Lita. Just wait. I'll find help. No. You give her this. Clara will help you. Don't you get it? Néhányan szerintem ólómérgezést kap. Hát, amennyit belelőttek abba a hajóba. You're the lucky one.
Az a helyzet, Lita... Litának nem sok szerepet szántak. Szegény Lita. Rosszítom, Lita. Ez amúgy nagyon menő. Na, hát van fegyverünk, srácok. Az első fegyver. Boom! Hát nagyon vagány, srácok. Ez a bevezet, ez nagyon jól össze van rakva. Megcsináltunk egy challenge-et, elképesztő. So many dead. Gone. És hol van? Itt van. For supplies and get the fuck out of here. This is fate. This dancing pass, Lita. Jó, kocka számokat kikapcsolom, srácok. Ja, ez New World copy a kezdés. Jó, hát. Shit, pistol's empty. Igen, lehet egy PMM-em, csak nincs hozzá lőszer. Need to find that gun. Ott a nézhetek. Nem tudok a melee fegyverre átmenni? Aha. Az, na várjál, szegény rákokat agyon lehet taposni? Igen. Szegény rákok. Igen, úgy néz ki, hogy őket nem lehet kilútolni. Szóval... Lita fonjában van egy fotó, ami segít nekünk abban, hogy megtaláljuk a Libertádot. Igen. Na, ez most az U volt, vagy az I? Ez az U. Aha. Ha itt már lehet öltöztetni a karaktert. Meg lehet inspektálni, hogy milyen cuccai lehetnének. Machetero! Macheterója van, meg PMM-je. Még szerencse, hogy eleget tarkovozta, meg siege-eztem, hogy tudjam, hogy ez orosz fegyver. Ezt amúgy nagyon nem. Ha itt lehet a gyűjtögetős cuccokat nézni, az inventória, a craft materiálok, meg ilyenek. Nekem a telefont mutassad, légy szíves. Ja, tehát a P-vel, meg F5-tel is a kameramódot lehet előhozni. Igen, F-vel suhingatok. G-vel semmi. H-val a fegyvert tesszük. Elő meg el. Fellowship expands. Praise the sub. Praise the sub! Nagyon-nagyon szépen köszönöm, Willi, már a 130. feliratkozás ajándékozásodat. Köszi szépen, hogy ezzel NOS-nak a 40. hónapját tetted lehetővé. Köszi szépen! Nagyon szépen köszönöm, Willi. Srácok, pergesétek mind Jedinek, mind Willinek és mind NOS-nak egyaránt. De ne, orosz és különleges Makarov lőszerrel működik. Ó, és te már lőttél is vele. Nézd, nem. Keresem a telefont. Na. Hát a telefon megvan, de én nem pont erre gondoltam. Na. B. A B az. Szóval ott a part, és akkor ott lesz valami. Jó, hát amúgy valószínűleg erre kell menni. Hát én gondolom, hogy igen, tessék. Itt van ez. Aha, és arra kell... Nagyon jók vagyunk, srácok, hát ez megy. Elsőre. Jézusom. Micsoda madarak. FND bunker 43. Azta, azt nézzétek, hogy tükröződ, vagy mi, hogy sütött a nap. Ez rossz gombat. Luarnban. Must be Liberta.
És nincs libertálótalás. Hát itt nincs lótalás. Hát ilyen craft cuccok. Shit. Who's shooting? Szerintem a madár volt. Nem kell félni. Aha. Pirosan jelzi egyébként a minimap, hogy itt van valaki. A figyelmetlen katonákat F-fel ki lehet végezni. That's why you died. Heo, heo. Now I'm going to call this. I'm not the only one looking for Clara. Nice. Nice. Jarai Pezó, 15 Jarai Pezó. Oh, ne nézz ide. Good night! Nagyon toxikus a... Nagyon toxikus a karakterem. Na, mi történik közben? Muníciós nadrág. Na, hát ezt nyomjuk is. Tehát... Köszönöm szépen, Cefre! Szia-szia! Köszi szépen a bugizós is 100-as sírt, illetve neked is, Elianna. A Hyphonad beindítós 100-as sírt. Köszi szépen a támogatásaitokat, skacok. Tehát van egy újabb nacim. Lehet így összehasonlítani a dolgokat. Ó, és vannak szetek. Nem tudom, hogy mióta vannak amúgy szetek a Far Cry-ba. Az a helyzet, hogy az ötből nekem nem rémlik, hogy lett volna ilyesmi. De hogy vannak szetek? Ez a casual set, ez meg az ammo set. Wow. Tök menő. Sőt, ha egy szedből több darab is megvan, akkor nyomsz egy R-t, az fölveszi az összeset. Sophie, nagyon szépen köszönöm neked is a 100-as sírt. Köszi szépen a támogatásaitokat, skacok. Autópisztoly, unique autópisztoly. Rokoko loko. Ezt mutasd csak, hogy néz ki. Ez a rokoko loko. Oké, vannak itt menő puskák. Vannak itt azért menő puskák. Van unique pisztoly is. Our modest fellowship expands. Praise the sub. El regalo de Clara. Jól néznek ki. Sophie, köszi szépen a feliratkozás, ajándékozást. Imáron a negyediket a csatornán. Köszi szépen, hogy Kónajának a 30. hónapját tetted ezzel lehetővé, illetve köszi szépen, hogy G ajándékát továbbadtad Kónajának. Demonáta, neked is nagyon-nagyon szépen köszönöm a támogatásodat. Köszi szépen az 500-as csírt. Kell majd valami workbench-et találni, hogy tudjunk hegeszteni így a felszerelésünkön. Köszi szépen, Demonáta. Get to Libertà. Steal a boat. Sell the fuck out of Yara. Easy. And now I'm talking to myself. Na. Perfecto. Perfecto. Szóval azt mondja a karakterem, Daniel, hogy lopunk egy hajót, és kiszökünk Yaráról. Cső, csókolom, ennyi a játék. Oh, fuck. Boy. Sebzett állati húsi. Na hát ez valószínűleg nem kellett volna akkor rálőni. Wow. Remélem, hogy jó felemegyünk. Van valami térképünk? Egyelőre nincs térkép. Tabbal sincs semmi. Oda meg lehet grappling húkozni. Na várj, ezt most komolyan gondolja. A modest fellowship expands. Praise the sub. Praise the sub. Vidi, köszi szépen a 131. feliratkozás ajándékozásodat. Köszi szépen, hogy ezzel Krisinek a 37. hónapját tetted lehetővé. Köszi szépen a 37 hónapot Krisinek. Azt mondja, szépen le is számoltuk.
Nagyon szépen köszönöm. Na, skacok! Na jó, sekirózáns Iron Side. Tehát, a grapple kit. És akkor most mehet? Hát ez nagyon jó. Mire gondolsz, Rihanna? Gonna show your face before you shoot me. I'm done. Ja, elírtam. Egy évvel többet írtam. Shut up, azt mondta. De nem is mondott semmit. Azt mondta, hogy húzzak a fejemre egy zsákot, mert úgy sokkal szebb vagyok. Ezek a jaraiak. A modest fellowship expands. Praise the sub. Clara, te vagy az? Ő itt. Clara Garcia. Answer me. I said, are you the only survivor? Answer me. Lucky. Need to know the risks. That's all you have to say. You're here. That's what matters. Köszi szépen amúgy, Vili. 132. feliratkozás ajándékozásodat. Köszi szépen, hogy Ironside 4. hónapját lehetővé tetted ezzel. Lita said you would help. Lita also said you weren't a pussy. Azt mondta, hogy nem vagyok kis cica. Lita azt is mondta, hogy nem vagyok kis cica. Köszi szépen, Vili. Our modest fellowship expands. You're not praise the sub. Funny how friends can be closer than family. És tudja, hogy árvák voltunk. Castillo is kept. Our modest fellowship expands. Praise the sub. Why do you want to run? I watched Castillo order a whole boat of our people shot to death. Get as far away as you can. Our modest fellowship expands. Praise the sub. When tyranny is law, revolution is order. Quoting Bolivar won't save you. It's Pedro Albizu. Our modest fellowship expands. I have a list. Praise the sub. Free elections, free expression, free the outcasts. Ayara free of Castillos. Simple. Simple. Our modest fellowship expands. 300,000 troops. Praise the sub. Count. 6 burnt out guerrillas and you with a bullet to the leg. You don't believe me? I'll show you. Szóval, hogy nekik Castillo-nak rengeteg katonája van, neki meg csak 6 kiégett embere. It was a basic operation. Here we viro tobacco plantation, snatch some fuel and go home. But Castillo's forces were waiting. Got us down from 60 to 6. You need to get back to your base. Yes, but this island is surrounded by a blockade. We don't have boats, we don't have much gear. And we are not leaving until that Viviro plantation goes up in smoke. But we are guerrillas. We know this land inside out. You're already familiar with our guerrilla paths. They were built by the legends in 67. They're spread like a web across all of Yara. Now, they're ours. Guerrilla paths are good to ambush soldados or to hide if the army is on your back. They have caches that will help you survive. Valószínűleg ezeket a kék jelölt utakat csak mi ismerjük. Made for turistas. Yeah, it's out of date, but you got the regions, municipalities, and landmarks of Yara. He'll get used to it. Now I need to call in some favors with the locals to get us a boat, and you need to go find me Juan Cortez. Who? Someone who can make one guerrilla. Addig nem megyünk el erről a szigetről, ameddig lángba nem lobbantjuk azt a farmot ott délkeleten. You know I'm not a guerrilla, right? You tell Lita that. I'll give you food, a bed, even a goddamn boat to sail to the Yankees. But it's gonna cost you bullets and blood. You can shoot, so shoot.
Ez most mi volt? Ez most mi volt, srácok? Hát nem beszélt a karakter. Azt volt amúgy felirat, meg tátogott, nem? Na, közben nagyon-nagyon szépen köszönöm Demonát az ötös feliratkozás ajándékozást. Köszi szépen, hogy ezzel Adria és Nesi első hónapját, illetve Vangafa második hónapját, Little Mao 7. hónapját és Örcsin 31. hónapját tetted lehetővé. Köszi szépen, Demonáta. Ma, ha tudod, akkor az egészet megcsinálod? Ezt hogy érted? Játszok 5 óráig, és akkor meglátjuk, hogy mennyire jön be a dolog, és hogyha nagyon bejön, akkor azon leszek, hogy mi hamarabb végigjátsszuk. Mármint, hogy minél többet játszunk vele, így értem. Ha így nagyon adja, akkor felrúgjuk itt a menetrendet. Na, közben bepótolom itt a pergetéseket, nem maradhatok az adósotok. És Örcsinnek is megpergetjük. Meg persze Demonátának, meg a többieknek. Nagyon-nagyon szépen köszönöm a támogatásaitokat, skacok. Ahogy látom, a 3-as szintet is már kijátszottátok. A hájfonatból. I attacked this archipelago with a man named Juan Cortes. Na! He helped me build Libertad from the dirt. Rohadt menő. Juan's a spy master from the pre-Castillo days. Can build an ICBM from a goddamn ice cube tray. Így kapjuk meg a Espinosa, the KGB, then flip to the CIA and Mossad for fun. Így kapjuk Juan meg a küldetéseket. Juan Cortes kell megkeresni, és vissza kell hozni ide a táborba. Itt beszél a Csajci, látjuk a fegyverét, itt a küldetés, beszél hozzánk, mesél a küldetésről. Ott van, hogy 100 XP-t kapunk. Take this earpiece. Juan made them for comms. Then head to the village. If I were you, I would check the bar first. Ezt tetszik. Nem tudom, milyen volt eddig a Far Cry-ban, most így nem rémik így hirtelen, de ez így tetszetős. Get down to that village and bring me Cortez. I hope for your sake he's sober. One of a kind. What's the problem, Julio? The problem is we're not a fucking charity. Szóval azt mondja Clara, hogy Juan valószínűleg piál egy bárba a Harmóniában. Na most már meg is kaptuk a térképet, tehát ezen a szigeten vagyunk, és nem tudunk róla nagyon elszökni, mert hogy blokkád alatt van. Á, oké. Okay. Aha, és oda kell eljutnunk. Jól van. Zsurná, elérhető a zsurná elé, igen. Mondom, J-vel. Így van, J-vel érhető el. Itt vannak a küldetéseink. Az összes küldetés. Ó, és lett nagyon menő puskánk. Nem ezt akartam, hanem az arzenát. Ez egy fal. Kíváncsi leszek, hogy hogyan lehet majd fegyókat szerezni. Kuva lehet előhozni ezt a menüt. Loud and clear. This spy shit works, Clara. I'll give you that. Bien. Keep your gun holstered if you want to stay out of trouble. Especially in areas with a lot of soldados. Szóval azt javasolják, hogy ne rohangáljak fegyverrel. Suerte. Meddig tartott ide? Mennyi idő alatt jutottam el ideig? Hát egy fél óra, 3-4 óra. Igen. Jó. Aha, aha. Igen, tehát gyanakodnak. De amúgy H-val lehet elővenni, meg el is tenni. H-val lehet eltenni. A fegyvert. Kézben. Azt írják, hogy az X-nél lesz a kincs. Ha van ilyen stamina is, mert elfáradt a karakterünk. Valószínűleg itt katonákkal is fogunk találkozni.
Innentől lehet kettő játszani, ezt nem tudom, srácok. Újabb fast travel lokáció állokkolódott. Mit szólnak a katonák hozzám? How about the Libertad terrorista Clara Garcia? No, never. Are you sure? Si, si, I am sure. You fish this... Get out of here! Nincs semmi gond, haver. Szia! Megyek, megyek. Como estás? Como estás? Mit kiabáltok? Jaj, elfáradt a katona kisasszony. Most miért dobtad el? Ó, köszönöm szépen, srácok, mindenkinek, aki részt vett itt a iPhone-adba. Jó, itt nem fog észrevenni senki. Csú-csú, meg sihuhú, sihuhú. Ez micsoda? Aha. Ott egy katona. Megszeretgetjük mindjárt hátulról, meg random házakból nyúlunk le lootokat. Ja, hova megy? Where is your brother? Na. Como estás? Meg ilyenek. Ha, hol nyúlsz? Az igen, milyen pózba vágta magát. Szerintem nem is öltük meg, csak alszik. Jó, még egy katona van itt. Jó, ez aki itt kopogtat. De már nem sokáig. Kop, 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 hello! Az igen, micsoda kivégzés. Ő is csak pihen egyébként. Találtam egy streamer módot a játékon, az mit jelent? Get Clara Garcia in office. Szia, milyen kis mosolyos a bácsi. Azt hittem lehet vele beszélni, de csak elugrani. Copyright zenék miatt? Ja, nem tudom, nem nézegettem ilyeneket, hogy őszinte legyek. Audio. Audio, aha, aha, aha. Hát, le lehet kapcsolni a rádiót, ha a streamer módnak számít. Ó! Oh. Ó, oh, hát milyen menő kis szütyő. That looks like a Juan. Kutyus. Kutyus. Éppen kakál. Na, nem mész sehova. Good dog, good dog. You're such a good dog. Eszembe juthatnál, Gabcsi. Jó, most elszpoilerezted, tehát, hogy kakil a kutya. Már cinematik van. Csecsnia. Na, ő lesz Juan Cortez. De nada. Guapo, you listen. Rule 16. A guerrero's revolution never ends. Always another war, another cantina, another ugly bartender. Milyen kedves. What do you think gave it away, Wapo? Az igen. What? What? This is in a fucking zoo, abuelo. Clara sent me to find you. Si,
I learned long ago never to doubt her. You will too. Hey. Van egy kis krokia. Don't think so. Yeah, I know you. It's like I'm looking at a mirror, Wapo. What are you talking about? Those eyes, Guerrilla. You got a taste. You convince yourself you're a hero, but you wake up a junkie, just like Juan Cortez. This is a fucking waste of time. Can you whistle? What? Nah, you can't whistle. Boom! Voilà, bing! Okay. You fucking rat. You were more dead anyway. Tetszik-e, hogy milyen részletesen ki van dolgozva? The fuck? Hogy megoldotta, hogy nem lett véres az arca? And I ruined the only copy of my book. Bueno, mis socios! Vámonos! Nagyon sok minden történik, srácok. Jól meg van csinálva. Szóval... Ajaj. Igen. Tetszett nagyon, hogy rá lehetett küldeni a krokit az enemire. Ez egy headshot. Olyan golyóálló ablakokkal jönnek? Értem. Ó, nagyon rossz ez a fegyver, srácok. Nagyon rángat. Csak kidugta a kis karját. Jó, azt hiszem amúgy haltak. Ja, és közben fél HP-m lement, de szerencsére újra töltődik. Tényleg amúgy lehet ilyen nehézséget állítani a játékban? Vagy az a nehézség, vagy story meg adventure? VS 5. Wapo wants to be your friend. Or maybe he just needs to take a dump. Only one way to find out. Vissza kell mennünk Klárának a kempjébe. Amigo, itt vannak az amigók. Ott a kakas, a kutya, meg valami farkasnak tűnő, nem tudom mi. Ó, és ott a kis kutyus, az előrendelői kutyus. Ha minden igaz. Ugye? Ő lesz az a kis kutyus, akinek sérültek a hátsó lábai, igaz, kacok? Danny. So Clara says you're a legend. Ex-KGB, ex-CIA. I got more fucking exes than your porn search history. Some men, they break eggs for breakfast. Lehet utasítgatni, hogy hova menjen a kroki. Most már ő az enyém? Nem is tudom simogatni. Az igen, akkor itt a pet az nem éppen a simogatás. Arany foga van. Arany foga volt a krokinak, láttátok? Na. Ide akarunk jönni? Remélem, Gappó nem fog meghalni.
Nagyon ügyes voltál, Kroki. Uhu, guapo. Még fel is van öltöztetve, ez nagyon beteg. Guess this could be useful. Szerintem fel kéne menni egyébként a toronyba. Négy supply-t el kell lopnunk. Hát itt nem volt semmi. This is more likely. MS 16 rifle. Na nézzük. Full metal jacket charm. Na ez jobban tetszik, srácok. És ellopjuk a supply dropot. Igen, olyan garand feeling. Found all your shit, Juan. Good work, Danny. Now hurry up already. We need to get back to Clara's camp. That's what I've been saying. Supremo Bond. Na és az a feladatunk, hogy visszamenjünk Juanhoz. Meg lehetett csinálni ezt a küldetést lopakodva, meg ilyen hangosan is. Hát... Na. Okay, we got more than enough. Let's get the fuck out of here. Majd csinálunk lopakodós küldetést is. Clara campjébe vissza kéne jutni. You building something? Patience, Danny. Rule number 8. Egeria knows how to wait. De gyönyörű a játszi, basszus. Ott meg nem kapcsoltak ki a lézert a csávó a fegyverén. I was on a refugee ship. We didn't get far. Yeah. I came here on a chopper in our baby invasion of Santuario. Shot straight out of the goddamn sky. No, I mean, what's your story? The orphanage in Esperanza. Then the military. I'm no guerrilla, just helping Clara out until she gets me. Ez amúgy gyakorlatilag a tutoriál sziget lesz, szerintem. Always a guerrilla. Enough with that shit. Too late. The horse is out of the barn and now the fucking cocaine is all over the kids, Danny. There is no other option. America is my option. Of course. And you think America Danny át akar menni Amerikába. You don't quit, do you? Nope. Guapo hates quitters. Coño. If you two are so close, why is he following me? Guapo goes with those who need him most. Like those azért követ engem Guapo, mert hogy nekem van a legjobban szüksége rám, vagy mi szükségem rám. You said your chopper was shot down in the invasion. Can you fix it? So I can fly you to the Yankees? No, that's... It's grounded. I'm working on it. Huh? Jó félem. Listen to Juan. It's grounded. But I'm working on it. Patience, Danny. Now it's time for Juan Cortez to show you how to make something out of nothing. I will tell you rule number 9. Semmi gond, kis Kroki. Noob voltál. Talán még fel tudsz jönni valahogy. Okay. Hát annyira nyomult a Kroki, hogy leesett. How many others? The legend returns. Bizony, én vagyok a legenda. Ja, nem is rólam beszéltek. Ajaj, most mi történt? Halló? Értem. Hát jó. Jó. Reméljük, hogy
következőnek nem fog itt kifagyni. A legendás Crash megérkezett. Reméljük, hogy volt mentés, meg ilyenek. Előszkippeljük itt a bevezetőt. Isla Santuario. Tehát ez a szentély szigete. Megnézzük még egyszer. How many others? The legend returns. The legend needs to piss, Hefa. Nem nyolok hozzá. She was a journalist who dared call Anton Fascista. Now she's an outcast, a slave for his paradise. And she's not the only one, Danny. Tizenegyes szabály. Juan valószínűleg Cortez alkotta ezeket a szabályokat. Ezeket a gerillás szabályokat. Legalábbis a könyvében. When I was six, I rigged my first bike with a chainsaw motor. The blockade means I have to resolver every day, Juan. Nah, that's survival. For a guerrilla, resolver isn't just making do with what you have. It's inflicting chaos with everything you got. Keep talking. Mi leszünk a megoldók, skacok. A guerrilla's best weapon is the workbench. Go ahead, Danny. Get cozy with it. Oh, szóval ez a workbench. Jól néz ki amúgy. Ezekkel az ábrákkal. Use the workbench, Danny. Let's take a crack at those weapons. Primary weapon 1. No, your battle rifle is a little basic. Let's fix that. Na, azt mondja, hogy pimpeljük fel egy kicsit. Always use the right tool for the right job. A falunkat. In this case, it's gunpowder and scraps. Na. Sometimes I lie awake at night asking myself, Juan, how can you kill people faster? The answer is soft target rounds. Nem fegyverzett, vagy hogy is mondjam, ha nem páncélt viselő enemik ellen ilyen soft lövedékeket kell használni. Excellent, Danny. Now you can pop enemy flesh like a ripe watermelon. Ja, okay. Durva hús damage-et okoz majd a lövedékünk. És most az MS-16-tal kell valamit csinálni. Lágy egy célpont, tár. Let's say your target remembered to wear their helmet and vest today. You're gonna need some armor-piercing rounds. Na, hát these rounds fly straight and true. Itt pedig armor-piercing, tehát olyan lőszer kell nekünk, ami a páncélzaton durván áthatol. Az előzőn nice. Pedig a húson durván áthatoló lőszer volt. Let's look at your attachments. Time to make your very first suppressor. És teszünk erre a fegyverünkre egy szupresszort. Kár, hogy nem látszódik. The workbench is your friend, Danny. A friend with benefits. You know you want. Na most ezt szeretném megnézni még egyszer, tehát... Aha, ilyen szupresszorunk van. Hát ez nagyon jól néz ki. Mi volt az ebéd? Hát én most nem saliztam. Én kérek szépen... mi az? Pirítós szalámival, meg salamádéval. Nagyon megkívántam. Adri olyan finom csípős salamádét vett, hogy pikpak betömöm. Azt akartam megnézni, hogy a sidearmon tudunk-e valamit változtatni, de nem, mert nincsen gunpowderem. Meg ahogy látom, lokkolva vannak egyébként is ezek. Az igen, hogy néznek ki a suppressor ezen is.
Resolver suppressor, meg pisztoly suppressor. Hát akkor ezt hívják resolvernek. Jaja, csípős csalamedé. Damn, making shit is addictive. With that workbench, you can build a new Yara. Ezzel a workbench-el új Yarát fogunk csinálni. Na jöhet az újabb küldetés. Machetero. Resolver and scavenging. Igen, pimpeltük a fegyvert. Igen, jó, nagyon szuper. Materiálokat kell lopni. Állatokat kell levadászni. Szuper. Hola. Hola. Oye, compadre. Chatabba tudtok segíteni, hogy a pre-order bónuszokat hogyan lehet aktiválni? Én azt néztem, hogy a menüből. Mint hogyha a főmenüben lehetne. Do or die. Do. De hogyha esetleg megtalálod rá a választ, nyugodtan megoszthatod velünk, Martok, mert azt még én sem gyűjtöttem be. Bár ha jól sejtem, valószínűleg a tutorial sziget után lesz elérhető minden. Tutorial sziget. Tehát hogyha ezzel végeztünk, akkor utána már biztos tudjuk használni azokat a cuccokat. Danny, I've got big plans for you. But first, I need you to get a thing for me. Now, I hear you ask, one, what is legyél izgatott és ne hajj meg. El kell lopnunk valamit. Van kérdésed? Nincs. Jó. But one, I hear you ask, where is this thing you need? Head for the radio tower and kaptunk, follow the kapunk egy Hamilton órát, és azzal mutasd csak mit tudunk csinálni. Hova rakta azt az órát? Az arzenálba? Vagy az, ja nem, az lesz majd a jutalmunk. Jó van, hát hogyha az lesz a jutalom, és el kell menni, igen, ott van. Egy Hamilton óra lesz majd a jutalmunk. Itt egy szamár. Good horse. Jó lovácska, jó lovácska. Let's go. Shit. I haven't ridden a horse since basic training. Istenem, lovácska, mit csinálsz? Hát így FPS-be fura. Ha lehet azt is mondani neki, hogy kövesse az utat. És akkor megy automatán, hát ez elképesztő. Nagyon kényelmes. Ez egy ellenséges katona volt. Ott van jobb oldalt amúgy, hogy miket lehet csinálni. Szájdarmmal lövöldözni. Nyomja a galoppolást. Lehető leggyorsabban megyünk most. Aha, tehát el kell foglalni a checkpointot gyakorlatilag. És vigyázni kell arra, hogy ki ne lyukasszuk a kerekeinket. De az a helyzet, hogy a checkpointon túlmentünk. Easy now. One, I found the tower. Don't stop now, Danny. Find the guerrilla path and follow it to my contact. Oh. Si, I'm on my way. Azt figyeljétek, ki lehet kötni a lovat?
hogy ráugrott hátulra? Igen, ide jövünk. Go. Wow, now. Vagy ez valami upgrade lesz? Ez lehet, hogy upgrade. Ah, hogy így lehet hívni lovat. Ó, értem. Hát átfestem gyorsan ilyen szürke, mert ilyen fehérre és ilyen balna pöttyösre a lovamat. Aha. Zsír. De nem az enyém, vagy menj innen. Na mi van? Igen, őt szeretném. Let's go, horse. Ha itt van. Zsír. Erre kell mennünk. Az elhagyatott táborba fogunk most jutni. Juan described you pretty well. Raisa. Szabasz? My name is Raisa and I'm going to be helping you steal shit from Castillo today. Are you going to tell me what I'm stealing? Depleted uranium. Perdón. I thought you just said uranium. You heard me. Look, all I know is I burned my last contact in the army truck in the downfall. Elhasznált urániumot kell lopnunk. Okay. You show me where it is. First, you take this parachute. Trust me, it can save your life. Now I'll take you to the old Spanish fort. They've got it locked up inside. Szóval elhasznált urániumot kell lopnunk, és kaptunk egyébként ejtvernyőt. A csajszitól. Conscript or volunteer? Conscript. My number came up, so I did my time. You? Volunteer. All I wanted to be was a soldier. What's the problem? Haven't got all day. Okay, stay close. Önkéntes, mi meg besorozott katonák voltunk. You know, wear the uniform, serve my country. Found out the only kind of soldier Castillo wants is a blind fascist addicted to his every word. So now you're a traitor. Yeah, and I'm not the only one. There's a guard posted at the watchtower ahead. He's going to let us use it to scout out the fort. He can also give us useful info. Hasznos infókat ad majd, gondolom, hogy hogyan lopjunk urániumot. So keep your gun holstered or he'll open fire. Two, a little bribe to these double agents will get us military. What's the problem? Okay, stay close. One, szóval nyomhatunk kettős ügynököt, azt mondja. So keep your gun holstered or he'll open fire. Jó, hát eltettem a fegyveremet. Two, a little bribe to these double agents will get us military intel. Right. No weapons. Egy kicsit villognak itt az emberkék. Nálatok is, vagy csak nálam? Aha. Aha, kettős ügynök lehet ugye a katona, és lehet nála fontos info. Igen. És le lehet őket fizetni, úgy néz ki. Nálatok is villogott? Jól van. Azt hittem, hogy nálam van csak gond. There he is. Hope you got some pesos on you. Szia. Vesztegessük meg. What do you got for me? Okay, check this out. Here's where you can find some weapons around here. Thanks a lot. Tetszett az akcentusa. Whatever you and Raisa are about to do, I don't wanna be around for it. Hat fegyveres nádikót mutatott meg nekünk. Everyone's got their price. Na. Good night. Visszaadod a pénzem? Nem adta vissza a pénzemet. Hát ez szomorú. Ez szomorú. Adtam neki pénzt, megöltem, azt nem adta vissza. Átverve érzem magam, skacok. Én ezt nem így képzeltem. Use your phone to scout out enemy soldiers and see their weaknesses. I bet Juan's already giving you his right tool for the right job, talk. Akkor ő hogy érezheti magát? Ja, hát azt leszarom.
Azt mondja, használjuk a telefonunk kameráját, hogy betegeljük a soldiereket, és a tegelés a soldiereknél én már nem érez semmit, de érez, ha van lelke, akkor biztos most nagyon szomorú, vagy dühös. Szóval azt mondja nekünk itt a scoutolásnál, hogy ha a telefonomat használom, akkor kiírja az ellenségnek a gyengeségét. Szóval így fel tudunk készülni a workbench-nél, hogy más felszerelést hozzunk. Where is the officer in charge? Alvarez has the key to the... Alvarez! Careful, Danny. He's higher rank. In Castillo's army, that means he's better trained, quicker with the trigger, and a tough motherfucker. Én azt látom, tough motherfucker, hogy ott bizony be lehet menni. Tough motherfucker. This fort is the most protected base on the island. Hú, ez a legvédettebb. Nem sokan vannak. Nothing armor piercing rounds can't handle. Use the workbench if you need to craft some, and then go snatch that uranium, Danny. Azt mondta, hogy armor piercing roundok kellenek, jó, hát akkor azt a fegyvert fogom használni. Just don't drop into the middle of the fort. Azt mondja, van ejtőernyőm, csak ne a a közepébe ugorjak az erődnek. Hát ez nagyon jó volt. Better watch myself here. Hát, igen. Szerintem itt fel tudunk menni akkor is. Nem? Biztos jobban kell célozni. Hát, ha más nem, akkor másik. Jó, hát akkor nem innen próbálkozunk. Ura hangokat hallott a csávó. Haha. Na, ez kell nekünk, srácok. Be lehetne menni és mindenkit széjjel pufogtatni, de az úgy nem a legizgalmasabb. Jó. Csak kipróbálod, vagy kis játszod? Hát ez egy jó kérdés, meglátjuk így a nap végéig, hogy mennyire jön be, esetleg rosszul leszek alatta, vagy mint hogy lesz, de Hogyha bejön és nagyon megtetszik, akkor na ne, akkor végignyomjuk. És a túloldalról lehetett volna bejönni, de az a jó ezekben a játékokban, hogy egy helyzetre többféle megoldás is van. Oké, szerencsére nem figyelmeztetett senkit. Tök jó, hogy így látszódik falon keresztül is a zene, mi akit már betegeltünk. Na most ezzel mi van? Ezt úgy felrakták a polcra, hogy ezt el sem tudom venni. Nekem a Far Cry 3 óta, most először játszom újra a Far Cry játékkal, és a körítés nagyon tetszik. Hát, én megmondom neked őszintén. A legtöbbet a Far Cry 1-jel játszottam. Van itt ilyen gyors mentés vajon? Szerintetek? Reload autosave, tehát akkor valószínűleg nem nagyon van ilyenünk. Oh.
Ő volt a főnök úr. Armory Key. Hát, srácok, ez most jól jött. Found the armory. The uranium is inside. Hát ő már valószínűleg nem él. És szerintem ő se. Szerintem itt nem nagyon élnek az emberek. Emberek. Na ne szívas. Innen is lehetett volna jönni. Jaj, itt nem akarok lemenni. Jó, szerintem majd erre szökünk. Ha, így is tegel nekünk. Oké, tehát az armor piercing rounddal is, tehát a páncél átütő skúlóval is simán vásároljuk az elemet. Az a helyzet, hogy én rossz gombot nyomtam meg. Tehát, hogy elvel kellett volna kikapcsolni a riasztót. De én nem azt a gombot nyomtam meg. Én szétcsaptam a riasztót. De hát működik. Sniper rifle. Hello! Ó, igen. Ó, igen. Ezt már szeretem. Snipper rifle. The uranium. What? You didn't fucking tell me I was stealing uranium. It was supposed to be a surprise. Now bring it back to me. What if this shit kills me? It's depleted uranium, Danny. Stop being such a pussy. Á, biztos nem lesz gond a lemerült uránium. Hol? Szívesen kivégezném itt a... az emberkéket. Főleg, hogy kettő kulcsom lett, azt meg is tudjuk nézni vajon? Ó, elvileg az O-val. I-vel? Keys. Hát nem. Armory key? Igen, igen. Hát akkor csak egy kulcsom lett. A rádiót is szét lehet csapni. És itt is be lehetett volna lopakodni. Hány lövés kell a csávóba? Az itt a kérdés. Two of our finest ships, the Gabriel Castillo
Srácok, a kérdés, a válasz egyetlen egy lövés kell. Na. Egy enemy van már csak. Szuper. Szuper, szuper. Kiirtottunk mindenkit itt. Jó. Tetszik. Tetszik, hogy mennyi megoldás, mennyi lehetőség van arra, hogy megoldjunk egy problémát. Jó. Azt néztem, hogy én erre akarok menni. Ez vajon mi lehet itt a térképjelzés alapján? A lecske ébredezik. Nem tudom. Abból vettük ki az elhasznált urániumot, nem, skacok? Ja, hogy ez lenne az? Ez le van zárva. Le van zárva, hogy jutunk ide? Loot! Ammo újra töltés, és hát az micsoda? Ez a krokodilos láda. The Autocrat pisztoly. Na jó, hát ezt meg kell néznünk. Azt mondja, arzenál. Arzenál, tehát a kis pisztoly az egy PMM. De van itt egy The Autocrat nevezetű, és ez annyiba jobb, elrejtem srácok a kamerát, hogy nagyobb damage és nagyobb body shot damage. Tehát, hogy ez már egy alapból modolt fegyver. De gyakorlatilag PMM, csak hát ez egy pimpelt PMM. Hát ez nagyon szuper. Úgy néz ki, hogy ez egy unique pisztoly, tehát ahol ilyen ládikót látunk, ilyen krokodilbőrös ládikót, ez azt jelenti, hogy abban bizony fullos lút van. Igen, igen, Dave, ez fullos, és ez azt jelentette, hogy itt bizony fullos lút van. Hát én ennek csak nagyon örülök. Mindig láttam egyébként, hogy tesztelik az emberek a vízbelövést itt a különböző shooter játékoknál. Úgyhogy megnézzük, milyen a vízbelőni, mit szóltak. Na nézzük. Ok. Hát van, amikor nem jelenik meg, de amikor megjelenik, nagyon jól néz ki. Hát. A halak ugrálnak a vízbe. Hát. Szép, de nem az igazi. Jó az, srácok. Nézzünk ide, hát ha van itt valami lót, hogy ne lenne. Menő volt ez a helyes kacok. Na, megyünk vissza. Megyünk vissza. Egyelőre abszolút jó ez a játék, megfogott.
Már csak több lootot kéne találnom. A küldetés azt mondja, hogy oda kell visszamenni. Értem. Lehet, hogy rohadt messze. És azért van itt egy kék pötty, mert... Miért van itt kék... Á, nem megyünk fel. Nem érdekel, hogy miért van ott kék pötty. Biztos, mert ott van a haverom. Lehet lovat hívni szerintetek, csak, vagy csak bizonyos pontoknál? Menő ez a sniper. Majd ezen kellene javítanunk. Supremobond Resolver Materiál. Ez mi a fene? Honor Idol. The Aloas must be watching me. Értem. Jobb klikkel lehet dölöngélni, vagy ez most mi volt? Ha nyomt egy jobb klikket, azt eldölt a karakter. Hát még jó, hogy visszajöttem, srácok. Volt itt loot. Ami nem is tudom, hogy így a térképen látszódott volna magától. Valószínűleg amúgy nem. Csak a minimapon. Arrébb tegyem egyébként magam másik sarokba, hogy jól lássátok a minimapot, vagy jó ez így? Nézzétek meg, már keresnek. Megvan az uránium. Still want to know what he's going to do with it. Nem ezt akartam. Amúgy is öttyös legyen, légy szíves. Értem. Tehát, hogy ez nem éppen egy kanca. Na végre a pöttyös lovam. Jó, így okos. Vamos! Vamos, az a helyzet, itt is van valami loot. Metál, de nem csak ez van itt, hanem... Ott srácok, van valami loot fönt. Muníciós cipellő. Megjöttem, paripa. Jó, menjünk tovább. Hát el akar menni a lovam. Come on. And look at my horse. Menjél már! Hát látszik, nem egy lovacska. Nem szófogadó. Easy. Haló? Vamos! Meg kell találni srácok a hirdető táblát, és akkor be tudom foglalni ezt a checkpointot. Ezt megnézzük, és akkor megyünk vissza küldizni. Aha, ez lesz az. Cash is van ott. Hát, mit tudom én, elővesszük ezt. Ja, amúgy checkpoint, komolyan? Iglesias. Enrique személyesen.
Hát amúgy szerintem kikapjuk 5. Aztán 5. Aztán 5. És van még? És ennyi volt! Hát csak egy sniper kéne, Sihamon. Jó, hát ez... Amúgy, tényleg amúgy, erre a fegyvere kéne egy scope, és akkor kész. Nézd a gránátot, haló. Ja, hogy csapda. Wow. De durva. Menjünk kocsival? Amúgy megyünk kocsival. Na most megnézzük, milyen, hogyha kikapcsoljuk a riasztót, ne, és nem szétverjük. Ilyen kikapcsolva. Na. Igen. A térképünk. Hát fordítva, szóval, hogy ezt én így nem tudom értelmezni. Memorandum anti-vandalizmo. Kik ezek? Megint ez a család volt itt. Egy gunpowder. Jó, és hol a billboard? FN... Ja, ezt kell tönkretenni, és hogy? Collect gasolina? Na hát én erre nem pazarol. Na pedig amúgy ezt kell tönkretenni. Megcsapkodom, vagy mi? Hát akkor lövöldözzek vele? Szerintem megvan, srácok. Azt hiszem, sikerült, srácok. Azt hiszem, megvan. Ez elég hatásos hirdetőtábla pusztítás volt. Na. Ott is van. Ding, ding. The checkpoint is clear. Didn't that feel good? You earned some guerrilla karma. Aha, igen, military supply-t meg resource kell lopni, illetve pusztítani, illetve military targeteket kell elfoglalni. Jó. Hey! Hey, hey! Mondjad. Didn't that feel good? You earned some guerrilla karma today. Hát ez már volt. Keep it up, Danny. Valami kulcs, ez most már az enyém. Sagrado checkpoint ki. Ja, hogy így tudtam volna bemenni oda? Ah. Que bola. You want to hit the military where it hurts? There's an anti-aircraft site on Santuario. Blow it up. Thank you. Anti-aircraft site-ot fel lehet robbantani. Köszönöm szépen, testrészem. Az? Ó, oh, oké. Okay. Oda be kell menni, azt robbantgatni kell. Hát, vagy menjünk vissza inkább Klárához. Jézusom, ez mi volt? Jól van, jobban van. Hú, basszus. Basszus. Merre kell menni amúgy? Ja, másik irány. Hát nem tettek róla, hogy nem ismerik a lovak a kreszt, srácok? Nekem jött. Nekem... De mert most is így. Hát meg van vadulva. Ez egy vadló. Na, mit kell nyomni? Follow road. Hát most megy magától. Igen. Így van.
gritaría. No me interesa que tú me quieras. Megy az úton? Remélem. Como tatuaje sobre tu pecho. Cuando en tu alma sientas la duda, pagarás todo. Nagyon jobbra húz a kocsi, magától. Lehet dudálni. Öntől. Eljátszok a dudán ezt a zenét. Bocs. Jó, szerintem nem a jó irányba jöttünk, srácok, ha engem kérdeztek. Hát majdnem, majdnem jó irányba jöttünk. Majdnem. Jó, hát itt kellett volna átjönni. Hát senki nem várhatja el tőlünk, hogy itt jöjjünk fel. Bocsival. Another new recruit. Konyo. Konyo vagy te? Nézd a szemem. Nézd meg, nem akar a szemembe nézni. You're new. You're new. Igen, az én vagyok. You're new. Danny, you're new. Bornyó. Oye, Juan. Tessék, itt van a lemerült uránod. Depleted uranium. Soviets left these sexy byproducts of nuclear enrichment behind in the 80s. Yankees use it for tank armor and bullets. Crazy assholes. Sounds dangerous. You'll be a fucking superhero, Danny. Lita and I used to sneak these into the orphanage. Essential reading while waiting to fuck up convoys in the mud. A guerrilla must be a sponge for inspiration. Tetszik a hegesztő szemüvege. What the hell is this? This is a Supremo. Supremo? Mm-hmm. És ez micsoda? Looks like a rocket launcher. See, she does that too. Tehát ez egy rakétavető. I want you to meet Tostador. The two go together like fire and fury. Tehát még egy lángszorot is kaptunk a rakétavetőhöz. Supermo. Na tehát akkor ez a miénk? Ott van, amúgy megkaptuk. Tostador. Supremo olyan, mint a jó szerető, vagy egy jó szendvics. Head to the workbench and I'll show you. Yes. Supremos aren't just simple tools. Let's take a look at that Supremo. The special ingredient that makes this all happen is Supremo Bond. You need it to make your gadgets. Pick a gadget, Danny. This is a safe space. There's no wrong answer here. Hát, mit tudom én, amúgy azt akarja, hogy smoke gránátot vagy egy dobókést. Tessék! Supermo. Smoke gránát. Now go talk to Clara. Time to give that Supremo a workout. I can't predict the future. But history is on our side. A history book. A dobókés amúgy jó. Jól hangzik, de amúgy egyik se volt olyan szimpatikus, és meg kötelező, hát nem tudom én választani valamit. Supermo. Aha, tehát akkor ebbe tároljuk a gadgetjeinket? Vagy hogy kell használni ezt a Supermo-t? Assault Supermo. Aha, láncsol. Ja, hogy, aha. Tehát rakétát lő az enemire, és robban. De vannak ilyen gadget modok, amit annyira nem értek.
Hát valószínűleg, tehát hogy ez igazából nem is egy smoke gránát, hanem ez egy mod. Smoke-os mod. Ez mit jelent pontosan? Tehát nem fog annyira látni az enemy, hogyha jól értem. Jó, az micsoda? Na, és akkor mostantól elérhető a kóp, srácok. Ez volt nagyjából 2 óra. 2 óra kell. Másfél-két óra, amíg elérhető lesz a kóp. Ami érdekelt titeket. Tostador, itt van a Tostador. Elő tudjuk venni? Hát nyilván nem. De a snipert azt elő tudjuk venni. Hol a sniperem? Itt van. Optical scope. Aha, lehetne rárakni egy 4x-es 6x-ost. Egy 8x-ost is akár. Hát, igen. Tehát kis orosz scope, meg rendes scope. Akogot is rá lehet rakni. Jó, hát egyelőre ehhez nem nyúlunk. Viszont a műzdi szoketjére kéne rakni egy resolvert, vagy valami szupresszort. Resolver, aha. Na, mit mond itt? Gyorsan melegszik. Uh-huh. Tehát a range-ére nagy hatással van a resolver. Ezzel nagyon gyorsan túlmelegszik. Ja, csak egy cuccot tudok rá tenni az elejére. Viszont abból meg lehet nagyon menő is akár. Jó, hát amúgy nincs annyi gunpowderem. Nem tudom. Mehet rá amúgy az amerikai szupresszor. Azzal nem csökken amúgy annyira a range. Ja, szerintem az lesz a legjobb. Ja, hát igen, a resolvernél az amerikai szupresszor a jobb, mert nem rontja annyira a range-ét. Jól van. A moszokat, hát igen, egy armor piercinget jó lett volna erre rakni. De most sajnos így standard van rajta. Na és akkor ezt berakjuk. Az egyesnél pedig a fal van. Bár igazából, na mindegy is. Ez a kroki egy kicsit agresszív. Na! Most, hogy ezzel meg vagyunk, ha nem bánjátok, akkor kilépek és megnézem, hogy be tudom-e gyűjteni a menüből. Most, hogy már a kóp elérhetővé vált, ezeket a rewardokat. Hát, store. Az addonra nem szabad rányomni. Rainbow Six Siege Bundle. Oda néz. A férfi kávéra. Azt nézd. Még olyan fegyverünk is lát. Kávérának a puskája. Wow. Wow. Hát ez nagyon cool. Királyság.
Van ilyen Watch Dogs-os is, meg még kocsis skint is kapunk ezzel. Tankkal is lehet nyomulni. Jarapánk. Oké. Nem semmi. Mi van még itt? Amigo outfit. Kocsi skinek. Ilyen skinek, olyan skinek. Jó van, hát én csak be akartam volna gyűjteni a bónuszokat, de akkor nem. Akkor nem. Na. Tehát... az a checkpoint a miénk. És akkor... kéne valami küldit felvenni. Aha, ott lesz. Hát meg itt loot is van. Beszéljünk, Clara. A Viviro börtön tábort el kell pusztítani. Követni kell Giulio-nak a... jó, igen. Giulio-val megyünk, és akkor elpusztítjuk ezt a börtön tábort. Na nézzük. 440 méterre van innen, úgyhogy ezzel nem lesz gond. Főleg azt nézem, hogy mintha lehetne erre is menni. Indákon lehet mászkálni. Ezt az utat eddig még úgyse. Hola guerrilla! Time for a test drive of that Supremo. Now if things get too heavy with the soldados, just pull the trigger. But one tiny, tiny thing you should know. Uh-huh. The Supremos are in an... experimental phase. They need time to breathe after you use them. You know, so they don't overload and kill you. Could have told me before I smashed my back. Just let that Supremo feed off the blood of your enemies. What? You'll get it, Danny. Azt a rohadt. You'll get it. Okay. Hát ez egy elég durva képesség, ami majd fel fog töltődni. Ott jobb oldalt. A mai párharcba kerülnénk. Hát a fene se tudja, merre kéne pontosan mennünk. Mik lehetnek? Ő barát. Hollá bizony. Szóval, hogy ez a workbench-nek a jele, hát az most engem nem érdekel. De itt van ilyen felkiáltó jelünk is. Ez viszont küldetés lesz, hogyha minden igaz. Küldetést kapunk. You. Mondjad. Yeah, what can you tell me? We found a sacred site dedicated to Triada. There's treasure in there. Kincses helyet találtak. Nem akar ebbe részt venni, de nekem biztos jó. Mutasd, hol van. Parancsolsz. Ez. Olluva, káva. Gondolom nem ez. Ja, hát nem az. Ja, valószínűleg ez lesz az, ez az oluvakáva. Vagy az FND bunker. Á, nem, az FND bunker ott kezdtünk. Tehát itt kezdtünk, és valószínűleg ez az a hely, ahova elküld el minket a csávó. Mondom, nem mondja el még egyszer, hogy mi van.
Én ezzel szeretnék menni. Ez már Iara? Hát most ezt hagyjátam. Ide jöttünk, és mi van itt? Semmi. Ez egy jó hely volt. Ja, látom. Akkor mégiscsak megérte ide jönni. 140 méter. Jó lassan töltődik ez a képesség. Azt nézem, hogy ezen a fura úton kéne lemennünk. Hát még a Tuttari elszigeten vagyunk, Viktor. De nem speedrun alak, hogy mi hamarabb vége legyen ennek. Le lehet menni? Jó, hát én itt lemegyek. Nem követem az utat. Amúgy lehet, hogy te tudod már, hogy miket kell csinálni, Viktor. Meg hogy miket lehet csinálni. Próbálj ne spoileres kérdéseket feltenni. Igen. Ja, hát ez csak Giulio. Ciao, ciao, ciao. Ciao, ciao. Aha, Yarai Pezzo. Muníciós bracelet. Úgy néz ki, hogy itt most rengeteg ilyen muníciós cuccot kapunk. Megkaptuk a cipellőt is például. Meg megkaptuk a karkötőt is. Meg hát itt van a Hamiltonos is. Amivel megnő a defense-ünk, hogy éppen sprinterünk. Ezzel meg még több amom lehet. Hát egyértelműen az óra, mert a stílus az fontosabb. Ja, már csak a sapi nincs meg ebből a szedből. Ja, most már mehetünk. Ciao, Bella. Na. Egyedül akarta csinálni Giulio, de Clara azt mondta, hogy velem kell csinálni. And I'm supposed to be in Miami, but instead én meg Miami-ba akartam lenni. I'm stuck here with you. So. Milyen menő szkópja van? Enough talk. Step one. Tetszik a Red Dotja is. Step two. We destroy their poison supply. Step three. Érzem, hogy ez jó lesz. Fuck out of there, and Castillo gets a nice, pretty message from Libertad. Got it. Take this gear. It'll protect you from fire, and more importantly, Castillo's fucking poison. Okay. Na, várjál, adott nekem egy kesztyűt. Meg mit kaptam még? Valami maszkot. Nézd meg. De menő, ilyen műanyag üveg maszkot kaptunk. Hazmat maszk. Ez megvédi a szemünket a méregtől. Illetve... Hát, ez meg nem hagyja, hogy vizes legyek. Menők ezek a szerkók. Így van, jó cuccokat használunk jó helyzetben, akkor nem lesz gond. Listen, Julio.
Lita was like a sister to me. She shouldn't have been on that fucking boat. She died because of you, Ross. No. Anton Castillo killed Lita. If I could change anything, it would be me dying on that beach. Lita was a better person than I could ever be. And if she loved you, well, that just says a lot about who you are. Enough. Look, if you and I are going to do this, you need to know about the poison. You mean that shit they spray on the leaves? Its real name is PG-240. But we call PG-240 a méreg. Fucks up your system. Try not to breathe it or get it on your skin. It can make you go fucking crazy or sick, like deep down sick. Úgyhogy próbálja meg nem belélegezni a mérget, azt mondja. Gonya. So you're military. Marksman? Close us off? What's your thing? I'm good with guns. We get along. We'll start thinking. That gear I gave you is good for fire and poison, but guerrillas need gear that fits their style, no matter the situation, or they get themselves killed. This is a good place to scout it. Right behind you. Let's see what we're up against. Szerintem oda fel fogunk menni egyébként, hogy tudjunk scoutolni. Hello, Julio! Julio hol van? Ja, hát én már előtted vagyok, Julio. Le vagy maradva, tesám! See the Viviro tobacco and the yellow poison tanks? See. Punch holes in the tanks to let the poison out into the air. Fun fact, poison and fire make a hell of a mix. Big boom. Tehát a méreg és a tűz nagy robbanást okoz. They're hard to kill, but they can't take the heat. You've got a flamethrower. You've got that Supremo. Time to fuck up all this Viviro bullshit. You know, Lita and I had a ritual. Psych us up before battle. A song. Hit me. El movimiento de libertad. Oh bella ciao, bella ciao. Bella ciao, ciao bella. Ciao, ciao. For Lita. For Lita. Az aligátor is ég, mert a krokodil. Ez jó. The Supremo is fucking perfect. Cash! Ez birtok háborítás most. Egy kis gázolina. Még egy kis gázolina. Go to destroy Morsi! Mindjárt disztrojolunk Morsitet. A tetőn is van valami. Hitboy, USB muzsika. Nuestra
Gazolina. Na, tehát az a feladatunk, hogy ezt itt elpusztítsuk. Ez a feladatunk. Na basszus. Egy kis gazolina, egy kis metál. Besegítünk. Oké, szépen terjed a tűz. Ezt is itt égetjük. Azt hiszem, ők is égnek már. Nincs itt senki. Azt hiszem, lebukunk. Én nem látom. De látom. Ezt ki kell próbálni. Ne lőjed már a krokodilomat. Testrészem. Hát igen, ezen érződik, hogy nem armor piercinges. Jó, még égetnünk kell a cuccokat, srácok. 72% az ellenség? Húha, ezt ki kell próbálni. Ez elvileg ott robbanni fog. Ha minden igaz. Jaj, guapo, hát te mit csinálsz? Gyere onnan, guapo. Ez is égni fog. Nagyon jó. Itt is terjed. Még van mit égetni? Hát szerintem már nincsen.
Azt hiszem jött utánpótlás. Hol az ember? Ja, ott van. És van még egy. Menekül. Szia. Még 5% srácok. 4%. És elég minden. Ó, hát ez itt nincs felgyújtva. Most majd teszi. Egy kis medicin. Vigilante. Nekem eddig nagyon tetszik ez a game, bár lehetne jobb a grafika, de ez is jó. Lehetne jobb a grafika. Hát, egy is már alig birkózik meg a 3080 Ti ezzel a grafikával. Ha ennél jobb lenne a grafika, akkor min futna? Milyen eszközön futna? Ennél is jobb lenne. Hát ezt innen fölülről csodálni sokkal jobb lett volna. Hát ne menj inkább oda, mert lehet fájni fog. Elvileg van nálam ilyen moló, de hogy kell azt eldobni? Ja, ez a grafika volt a 4-be is, meg az 5-be is, aha, aha. Sokat játszottál velük egyébként? Na, on foot. Gadget, középső gomb, na nézzük. Yeah. Yeah. Na, izé, mehet valami. Nem erre gondoltam a valami alatt. Ciao, Bella. Na, hát szerintem amúgy szétlútoltok ezt a helyet, amennyire csak lehet. Valami normális sárgánnyal kéne visszamenni. Hát, amúgy a traktor. Mondtam Guapónnak, hogy jöjjön velem. Learning sheet with a flamethrower? Felt familiar. Én most így nem fogom fel, hogy itt most mi történt, tehát hogy mitől... Neki ment a ló a háznak és szétesett a ház, vagy itt most mi történt? Motherfucker. Motherfucker, itt vagyok. Shit, you really can hold your own. I don't want to say I told you so, but... Look, we should move. That was a hell of a light show, and they're going to see the smoke. We work well together. Si. Listen, if you are good with Lita... You're good with me. Vasló. Gracias, Danny. Meet you back at camp. Nincs mit. Igaz, azt mondtad, hogy egyedül akarod ezt az egészet csinálni. Azt közben én csináltam mindent, semmi gond. Na.
Tehát Capture the FND báze. Ja, valószínűleg amúgy ez volt a tutoriál izé vége. Még itt lehet ilyen foglalásokat csinálni. Jó, hát akkor megyünk vissza. Fast Travel-lel. Az volt ugye, ugyanis ennek a szigetnek a célja, hogy felégessük ezt a szigetet, aztán megyünk Yarába. Legalábbis, hogyha nekem jól rémlik. Jé, mit mond a jé? Nem, az a feladatunk, hogy az FND bázist kapturáljuk. Jól van? Na hát akkor onnan megyünk. Nem, van még egy kincses rész ezen a részen, és én azt meg akarom nézni, mielőtt még elmegyünk erről a részre. Mármint erről a szigetre. Mit szóltak? Azt mondta a srác, ott az nagyon jó az a káva. Az a káva ott very good. Be is jelöltem, hogy oda kell mennünk. Nem lehet szerintetek lovat hívni? Lótot. Jó, hát ez szép volt. Beleestem itt. Ott egy ló. Bespotoltam, az kettő ló. És egy... ez egy macska? Nem. Kutia! Ez mi lehet? Oye, Clara. I hope you can see the smoke from where you are. You struck a blow against Castillo today. I hope Julio wasn't too rough on you. He's hurting. But okay. I think Lita would be smiling right now. Danny, there's someone I want you to meet. His name is Benito. He's a local fisherman. Van egy helyi halászember, Benito. Always got time to make new friends. You're building bridges for me, Danny. It's your gift. We need Benito. Talk to him. Kell nekünk a Benito, beszéljek vele. Jól van. Kíváncsi leszek, srácok, erre a kincses részre. Something mysterious about this cave. I haven't seen Triada symbol since I was a kid. The Triad. Yarai Story. Triad relikviák. Esetleg tudjátok, hogy a kezdőszigetre vissza lehet menni? Ez egy nagyon jó kérdés. Én nem tudom. Holy Pages. Oluwa's Heart. Chest Gear. Looks like I need to find all three relics and szóval kell három relikvia. És hogyha visszahozom, akkor lehet nyomatni az interakciókat itt. Oké, hát úgy néz ki, hogy ez egy ennyi. Madrugada, Valede Oro, meg Eleste. Mindenkinek van egy ilyen relikviája. És ott a horgászember. És hol vannak ezek az izék? Aha, cash, FND-kes, aha, ott lootoltunk. Tehát FND-kes van ott is. Ez
Szóval van egy küldénk. Madrugada. Aha, meg kell nézni ezt a madrugadát, ez hol lehet? Vallede Oro és Eleste. Ti láttatok ilyet? Láttatok ilyen helyeket? Én nem látom. De valószínűleg amúgy ezen a területen van. Hát jó. Akkor menjünk máshova. Akkor menjünk máshova. Ott a horgászba. Megkért a Twitch, hogy küldjek egy köszönő üzenetet Iantennek, hogy megszerezted a dropot. Na! Szuper, tök szuper. Peres Farm. 300 XP az, az meg 100. Nyomjuk ezt a... foglalást. Over here, my friend. Over here, my friend. What do you got? There's a giant hog that swam all the way from Anton's fucking zoo on the island. Kill it, guerrilla. Help these people. I appreciate it. Aha, hunting spot. Még ilyet is kaptunk. Hunting spot, ott van. Mamutító. Mamutító. Na, hát azt is majd megnézzük. Meg lopok egy lovat. Na, hát használd egészséggel a dropot, Viktor. Don't worry, I'm a friend. Na, így. FND báze. Teljesen rossz irányba megyünk? Az jó. Itt is van valami küldi. Az nem jó. Nos, szóval kell nekünk egy olyan változtatás, hogy mi nem tudom fejbe lőni azokat, akik, akiken... mi az? Páncél van. Ezért kellene az armor piercinges lőszerünk. Mert ugye a sniperem meg nem az van. Na, így már jó lesz. Szia, hello! Grazia. Grazia, grazia. Libertad Krate. Oda néz. Oda néz. Hát már megérte beszélni ezzel a csajszival is. Itt mutatja a ládikókat. Itt meg egy... ez micsoda? Nehogy a lángos szórómat elővegyem véletlen. Hát vissza kéne fordulni, igen. Hú-hú. Hát nem adott semmilyen lootot. Na jó, elviszem akkor már a lovát. Szia. Hát itt le kéne menni. Le kell menni. De már nem engedelmeskedszik nekem. Az ott micsoda? Amúgy várom holnap a PC építő szimulátort, és azt szerint töltöm le. Hogy érted? Danny, I scouted your post to the fuel depot.
Mi a fene? Faka. Mongúz. Mi történik akkor szerintetek, hogyha egy kicsit felforrósodik a puska csöve? Sidequest, menj el veszettség elleni oltása. Mi robbant föl egyébként? Felrobbant a ló? Vagy most itt mi történt? Valami robbanó dolgot meglőttem a lovon. Megvadult a mongúz. Zóna E3. Nem lehet, hogy a felhevült puskacső meggyulladt és felgyújtott a föld? A kérdés, nem tudom ilyenkor mi van. Nem tudom mi van akkor, hogyha felhevül a puskacső. Clara, I'm at the depot. Libertad needs that fuel. So taking that depot isn't just about dealing with the army. It also means securing that gasoline. You've got to do this smart, Danny. Find some high ground and use your phone to scout out cameras and alarms. Yeah, yeah, I got it. Na, behatoltunk. Nézzük csak. Primary Weapon 2. És erre szeretnénk mi egy olyan lőszert, hát igen, nincsen gunpowderünk, úgyhogy akkor mindegy. Az előbb tüzet húzott a ló? Lehet az, az volt a gond, arra nem figyeltem. Ja, értem, Tibi. Snipper. Hát jó, sokan vannak. Na. Most ők tudják, hogy hol vagyok? Mindenki úgy jöttet, amint hogyha... tudnák, hogy hol vagyok. Állj csak meg egy picit, hello! Matolos! Matolos, gyorsan, Matolos! Mantolos! Na, ezt megnézzük, hogyan Mantoloshozod meg ott azt a katonát. Normális vagy? Na, kettő testrészem is van itt. Kapd el. Csip meg! Csip meg! Csip meg! Gapo, csip meg! Hogy a lőszerem nagyon? Ott van, no alarm sounded. Ez, srácok, ez. Egy gazolina. Még egy gazolina. És még egy gazolina. Meg itt van ilyen lutolina is.
Körbenézzük ezt a helyet, srácok. Azt mondták, hogy ezen a helyen nagyon sok gázolina van, úgyhogy... Ó. Oh. Aha. Hát jó. Jó a zene, testvéreim. Ave Maria, ez egy Ave Maria feldolgozás. Locos, locos. Ó, hát ez az én kocsim, azt nézzétek. Zseniális. Hát egyetlen egy kocsink van. Na hát erre már emlékszem az előző Far Cry-okból, hogy kocsikkal lehetett szórakozni. I bet this place has a stash room. Ja, nekem volt ilyen kulcsom is. Hát, nagyon jó. Gunpowder, na végre. Ez is kienged. Van egy kis gázolina. Visszamegyünk, hát ha van itt még valami loot. Lutolina. Nincs más lutolina, szerintem ez a hely ennyi. Még 12 gazolina. Még egy kis... I don't know you. Nyugi, én se ismerlek. Yeah, Ave Maria. Locos, locos. Amúgy átnéztük most már ezt a helyet. Ja, most már tényleg. Na nézzük. Nagyon hablázom az eszpanyolt. Köszönöm. Aha. Ő csinál dolgokat. Recycled fastener. Aha, szóval a húsit be tudja cserélni nekünk dolgokra. Aha, gázolinát is pénzre tudja váltani nekünk. Ne haragudj, de nekem nem érdekel, engem nem érdekelnek ezek a dolgok. Mi van itt? Aha, muníciós sapka. Jó, drága, biztos nem vesszük meg. Az igen, BPSMG, AK-47. Hát az 500-ba kerül az AK, csak mondom, skacok. Majd találunk inkább, köszi Dilo. Szépen, Dilo, így van, Dilo. Na. Srácok, Dilo, Dilaj. Mehet a Poison Round. Így van, armor piercinget rakunk erre a sniperre. I got special prizes just for you. Na! Belekezdjünk még valamibe? Én azt mondom, még azt megcsináljuk. Vagy inkább azt. Azt az állatvadászatot mi megnézzük. És akkor a következő Far Cry streamben meg már átmegyünk a nagy területre. Cara, estas son palabras sabias de nuestro valiente presidente. Vivero is the key to paradise. Supremo Bond. Srácok, kell szereznem egy lovat. Nem simogatni akarlak titeket. Good girl. Na, hadd lopjam el ezt a lovat itt a hatóságok előtt. Nem zavarta őket.
Az igen. Itt a lótesemmel törögetjük itt a izéket, fákat. Holnap folytatom? Át, nem. Hobba, kell. Hát miért futott elém a civil? Holnap nem, mert holnapra más a terv, hogyha megnézitek a menetrendet. Epikes ingyenes játékot fogok kipróbálni, meg... Asztarat. Meg a DS3 végigjátszás lesz folytatva. Szia, lefotozzalak? Grácia, grácia, ezért mutattok neked Libertad kráteákat. Lovacska! Hé! Hey! Ne kelljen nyugtatót lőnöm beléd. Don't worry, I'm a friend. Aha, tehát a kék pöttyök a barátok, most már ez is megvan. Megjöttünk. Tehát itt lesz egy vadállat. Jó, hát akkor menjünk előrébb. Jó, hát... Ez nem küldetés. Hallottam. Jesszus! Megvan, hogy mi van, hogyha a túl forrósodik. Srácok, hát akkor elveszti az elejét. Azt hiszem, Mamutitóból nem fogunk enni, srácok. FND-kes van. Még oda elmegyünk gyorsan, mit szóltak. Ha már ez a szörny ilyen gyorsan meglett. Hogy lepihent itt a lovam? Vamos, vamos! Te szedel a kis pisztolyt? Hát, a szupresszorra nem sorozni kell, mint... Tehát, hogy ezt a fegyvert nem így kell használni. Hogyha szupresszor van rajta. De most már tudjuk milyen, hogyha felmelegszik. Nem nézünk vissza, csak előre. Aha, jó, látom. Itt ez ennyi volt. Aha, tehát hogyha be akar ide bárki szállni, akkor ez a cucc lelövi. Szevasz, Tibi, köszi, hogy itt voltál. Better watch my step. Ke?
Sienarist. Pont nem damolunk annyit, hogy meghalljon. Na végre. 10 lőszer. Oké, és még 2 van. Na basszus. És akkor még van egy. Az utolsó. Na. Most már meghalt minden kis kacok. Hát nem gondoltam, hogy így le fogom bukni, hogyha ráküldöm a krokit. Na, és akkor ezt kéne elpusztítanunk valahogy. Van itt egy ilyen. Erre gondolhat a költő. Erre. Airspace cleared. Zsír. Ninja ruha kell majd a krokira. Hát így nem adta. Így nem adta. Na, aki még itt puffogtad, de... Ki meg, hogy mire? Te ilyen el... Ja, értem, szóval itt egy vatkan. Megmentelek, testvér. Testrész. Nyugi. Nyugi, testrész. Jó, itt vannak még ilyen ládikók, amiket meg lehetne még nézni. Meg jó lenne megcsinálni ezt a oluvakávás dolgot.
Jó van, itt egy csomó láda van. Srácok, kövi streamben kimaxoljuk ezt a kezdő szigetet. Kimaxoljuk, és aztán megyünk tovább. Mit szóltak? Isla Santuario eleszte. Ja, hogy eleszte! Ó, értem már, hát értem. Tehát ezen a szigeten nem is fogom tudni megcsinálni ezt a küldetést, mert az erekék, amik kellenek, azok elesztén vannak, Valla de Oron, illetve Madrugádán. Ez a nagy helyzet, srácok. Úgyhogy akkor azt a küldit, azt hagyjuk a fenébe. Viszont minden mást széjjel lútoljuk, és utána megyünk tovább. Na, srácok, így első blikre nekem nagyon-nagyon tetszik ez a Far Cry. Úgyhogy, hát emiatt egy kicsit tönkre tesszük a menetrendet. A DS holnap még marad. Vagy az sem marad? Ezt még át kell gondolnom, de nagyon érdekel ez a játszi. Úgyhogy elképzelhető, hogy a következő streamek túlnyomó részét azt fárkályozni fogjuk. Meglátjuk, skacok. És mi hamarabb végére járunk ennek a dolognak. Szeretnék sokat játszani vele. Mert nekem tényleg így adta. Érdekel a sztori. Lehet, hogy holnap korábban kezdünk. Hát ez biztos. Ez biztos 9-től pereg az epikes játszi próba. Aztán mi meglátjuk, hogy mi hogy lesz. Úgyhogy srácok, remélem, hogy ti is élveztétek. Nekem abszolút bejött. És köszönöm szépen a lehetőséget a Cernegának, hogy ezt így meg tudtam nektek mutatni. Elhatároztam. Végig játsszuk. Kimaxoljuk. A 100%-ot nem ígérem. De a lehető legtöbb minden, ami így az utam, mint a képenbe jön, ezt megcsináljuk. Na, hogy hangzik?